A napi testi higiéné minden beteg számára elengedhetetlen. A tisztálkodás során eltávolítjuk az izzadságot, piszkot, testváladékot, valamint megszüntetjük a kellemetlen szagokat. A fentieken kívül a fürdés másik fontos célja a bőr keringésének fokozása, ezzel a felfekvés kialakulásának megelőzése, valamint a mozgásképtelen beteg ízületeinek, izmainak átmozgatása. A napi ápolási folyamat különbözik attól függően, hogy tartós fekvőbetegről vagy magát segítséggel, de ellátni tudó, járóképes páciensről van-e szó. A beteg szükségleteinek megfelelően a helyes ápolás mindig egyéni és személyre szabos. Most az lesz, hogy egy kicsit megmosakszunk, belül, hátul, alul, felül. Úgy rendezzük át a szobát, hogy benne a beteg és gondozója az ápolás során akadály nélkül közlekedhessen. Biztosítsunk békés, nyugodt, intim körülményeket a fürdés idejére. A kellemes hőmérsékletet biztosítsuk a nyilászárók bezárásával. Ha szükséges, melegítsük fel a szobát. A legfontosabb eszközök. Tusfürdő, szappan vagy folyékony szappan a beteg szokásainak bőrtípusának megfelelően. Testápoló, valamint a felfekvés megelőzésére szolgáló gél vagy krém. Szivacsok vagy mosdókesztyűk. 4 darab törölköző az arc, a felső test, az alsó test és a genitáliák tisztítására. Lavor. Ha szükséges, tiszta pelenka, nadrág, WC-papír, üres szemetes zsák, szék vagy asztalka, amire a lavort helyezzük. Mindenképpen olyan fürdető eszközöket válasszunk, melyeket fürdetés után jól meg tudunk szárítani szükség esetén, például ha széklettel szennyeződik, ki lehessen mosni vagy fertőtleníteni. Esetleg használjunk egyszer használatos mosdókesztyűt. Lehetőleg olyan lavort használjunk, melyet minden használat után fertőtleníteni tudunk. A tisztálkodásra időben készítsük fel a beteget is. Beszéljük meg, hogy milyen tevékenységet szeretnénk végrehajtani. Ha a betegnek mozgáskor, mozgatáskor fájdalmai vannak, a tisztálkodást időzítsük úgy, hogy ezt a fájdalomcsillapító beadása utáni fél-egy órában kezdjük el. Miután felkészültek, a beteget helyezze el úgy, hogy az ágy önhöz közelebbi szélén feküdjön. Kérjük, tekintse meg filmünket a beteg helyes mozgatásáról. Ha úgy biztonságosabbnak érzi, vegye fel a védőruhákat, a műanyag kötényt és a gumikesztyűt. Mindig csak annyira takarja ki a beteget, amennyire az szükséges. Ezzel biztosítja, hogy nem sérti a szemérzetét és megóvja a megfázástól. Mozgatáskor a beteget fogja határozottan, hogy biztonságban érezze magát, de ne túl erősen, ami már esetleg fájdalmat okozna. Helyezzen úgy el minden eszközt, hogy bármit elérjen a beteg közeléből, tegye maga mellé a meleg vízzel telt lavort, helyezze azt egy kis székre vagy asztalkára, ahonnan kényelmesen eléri. Ellenőrizze a vízhőmérsékletét, és ha szükséges, korrigálja azt. A beteg lemosásakor határozott hosszú simításokat és körkörös mozdulatokat alkalmazzon. Legyen kellően gyors, de ne legyen kapkodó. Fordítson különös gondot a hónaj átszappanozására. Törölje szárazra a nedves területeket, különös tekintettel a hónajárokra. A beteg igénye szerint használjon testápolót. Ha a beteg bőre hámló, száraz, mindenképpen használjon valamilyen tápláló krémet, testápolót. Hölgybeteg esetén fordítson különös figyelmet a mellek alatti hajlatok tisztítására és szárazra törlésére. Legyengült immunállapotú betegeknél hamar jelenhet meg kivörösödés, viszkető bőrelváltozás a hónaljárokban vagy a mellek alatt, melyek gombás fertőzésre utalnak. Ezek megelőzésére legalkalmasabb a kellő tisztítás és szárazon tartás. A láb tisztításánál fordítson különös gondot a lábúj közeinek szappanozására és szárazra törlésére. Ezt a törőközőt még egyszer majd használni fogjuk, amikor a láb részét, a hátsó részét megtörlöm. Ezt ugye azért mondja, hogy ráragadjon magára ez a valami. Akkor ezt kérdezzük. Teljesen. Akkor itt van az, hogy megmosuk a középső részt. A jobb lábát egy kicsit felhúzom térdbe. Kezét egy picit átteszem arra az oldalra. Fejét egy picit megemelem. Ezt
arra helyezem, és akkor eltolom abba az irányba. A lába az marad így. Jó? Akkor most jön a lepedő, ezt vagyis a pelenkát egyszer kiveszik a róla. Ami ugye van, aki bízhatna. Egy másik pelenkát veszik. És akkor ismét a felsőt, ugye akkor megtörjük a lábát. Hátsó részt. Egy picit ezt áttesszük. Megtöröm egyszer a lábát. Ne fázzon. A testápoló krémet, gélt ne öntse közvetlenül a beteg bőrére. Tegye először a tenyerébe, ott melegítse fel, ezután kenje fel a szükséges testrészekre. A lepedőt cseréljük ki. Lehetőség szerint használjunk természetes anyagú, jól szellőző ágyneműt. Szükség szerint a matracon védőlepedőt. Ezek a speciális textíliák a gyógyászati segédeszközboltban szerezhetőek be. Használhatunk olyan nem vízátteresztő gumírozott lepedőt is, ami a teljes ágyat lefedi. Ha erre nincs szükség, vagy a beteg ezt nem találja kényelmesnek, használjunk mosható haránt lepedőt, vagy úgynevezett antidekubitus lepedőt, ami a beteg medencéje alá helyezve védi az ágyat. Erre a célra kaphatóak egyszer használatos ágybetétek is. Ügyeljünk arra, hogy mindig gyűrődésmentesen helyezzük fel az új, tiszta lepedőt, ezzel is megelőzve a felfekvés kialakulását. Ha nem áll rendelkezésére gumírozott lepedő, akkor csomozza be a lepedő sarkait úgy, hogy a matrac méretéhez igazítja azt. Ha szükséges, helyezze fel a matrac védelmére szolgáló lepedőt is. Egy picit visszaforgatom, jó? Hátára. Csak lassan, úgy. Fejét egy picit megemelem. És ezt ide húzom, jó? És akkor elfordítom erre. Jó, és akkor picit visszafordítom hátára. A pamunkát elhelyezzük a maga között, hogy a vizelet, illetve szépet nem ki tudjon folyni, mert... És akkor nem mozogassam kezdet. Készítsük ki a tiszta váltásruhát. Szükség szerint naponta kell cserélni a hálóruhát vagy pizsamát, amely legyen megfelelően bő és könnyen feladható. Erre leginkább a gombolós ingek alkalmasak. Amennyiben a beteg alsó neműt használ, az legyen pamutból, és naponta cseréljük. Rá fogom mindjárt fordulni ismét a bal oldalára. Jó? És akkor itt az a lényeg, hogy a hátánál a pizsama felső elrendezik úgy, hogy ne legyen begyűrve. Kicsit kerüljünk itt a sarkaira.
Beteg panaszkodhat hideg végtagokra. Ilyenkor nyugodtan húzzon zoknit, ügyelni kell azonban arra, hogy ez semmiképp se szorítsa a páciens lábát, legyen kellő mértékben bő. Ha a beteg lábán zokni van, naponta többször ellenőrizze, nem szorítja a beteg lábát. Köszönöm szépen. Ja, és akkor összeszedem a cuccokat.